Szabó Attila vagyok, egyetemi docens az ELTE-n, és az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetnek jelenleg én vagyok az igazgató helyettese. A mai mintaórán egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, olyan témával, amiről mindenhol hallanak otthon a lakásban, autóbuszon, metrón, iskolában, főleg a médiában. A gondolat erejéről fogok beszélni. Először is, hogy elkezdjük ezt komolyan megvizsgálni, és súlyt adjunk ennek a fontos témának, amivel ma a pszichológusok nagy része különböző irányzatból és különböző dimenzióból foglalkozik, szeretném megkérdezni a kedves hallgatóságot, hogy mit gondolnak, mi van ebben az üvegben? Tessék hangosan mondani. Víz. Ön azt gondolja, hogy víz. Igen, mert ebbe árulják a vizet. Ezt tanultuk meg, ezt tapasztaljuk, hogyha vízet veszünk. De ebben lehetne akár benzin, lehetne akár vodka, bármilyen átlátszó folyadék. A válasz nagyon helyes. Az agyunkban van egy séma. A séma olyan, mint egy háznak az alapja. Mielőtt egy házat építünk, az alapokat kell kiásni. Utána a házon már lehet alakítani, hogy hova tesszük a falakat, mekkora lesz az ablak, ráhúzunk-e két vagy három emeletet, az egy másik kérdés. De van egy alapja. A mi agyunkban is van egy ilyen séma, egy alap, amire épülnek az értékeink, gondolataink, ami viszont befolyásolja a cselekvést és a viselkedést. A gondolatot nem tudjuk megfogni, de mégis létezik. Az emlékezet is egy gondolat. Ha Párizsba jártam, beugrom a szemem, és visszaemlékszem Eiffel-toronyra például. Nem biztos, hogy ugyanúgy tudom előhívni, mert konstruktívan a sémám dolgozik, hogy újraépítse azt a tornyot, immár nem a valós torony, hanem az én gondolataim által teremtett Eiffel-torony jelenik meg. És ha megkérdezném önöket, kik jártak Párizsba, rajzolják le az Eiffel-toronynak, higgyék el, különböző rajzokat fogunk kapni. Miért is? Mert mindenkinek az agyi sémája másképp gondolkozik, másképp dolgozik. Most megkérem önöket, mondják meg, mi van ebben. Ez már nehezebb, igaz? Mert ebben lehet egy kis rádió, mobiltelefon, pénztárca, bármi. Vagy egy tolltartó is lehet. Az agyi séma akkor dolgozik egyértelműen, hogyha erősen be van építve, vagyis ha erősen meg van alapozva az a gondolat, az a tudás, vagy az a meggyőződés. Amikor a gondolatról beszélünk, kérem szépen, akkor a hitről is beszélünk. Mit hiszek? Mennyire hiszek? Kevésbé hiszek abban a dologban. Az azt jelenti, hogy nem vagyok meggyőződve róla, vagy nem úgy gondolom. Vagy azt mondom, hogy teljesen meg vagyok győződve róla, hogy velem nem lehet vitatkozni, az én igazam szent és kész. Na most kérem szépen, ezeket az értékeket valamilyen formában mi elsajátítjuk. Két út létezik ennek az elsajátítására. Az egyik az, amit tapasztalunk. Ha én azt kedves hallgatónak odaadom, megkóstolja, hogy víz, akkor meg lesz győződve arról, hogy ebben víz van. Ezt úgy hívják, hogy tapasztalat. A másik pedig, amit tanulunk, honnan? Először is otthon, az első tapasztalatok, az első tanulás otthon történik, majd bölcsődik, óvodába, iskolába, barátoktól, a médiában, televízióban. Tehát nagyon sok-sok különböző forrás, és a mai ember ki van téve egy információ áradatnak. Nagyon sok forrásból. És ez az információ áradat szelektálásra kerül. Kiszelektálom, vagy kiválasztom, mi az, ami nekem jó, mi az, amit elfogadok. Mi az, amivel nem értek egyet. Mi az, amit alapján vitatkozok valakivel. Mi az, aminek az alapján viszem az életem. Ezeket az értékeket nem tudjuk kiválasztani. Az alapokat otthon kapjuk meg,
és különböző társadalmokban, gondolok most például mohamedán társadalmokban, a vallás olyan értéket képez, hogy már egy 5-6 éves gyermeknek olyan erős meggyőződései vannak, hogy egy életen át azt nem lehet megváltoztatni. Ezek a meggyőződések berögződnek. Az agyban egy olyan erős sémát, egy akkora abroncs alakítanak ki, amit nagyon-nagyon hosszú idővel sem lehet kiiktatni vagy megváltoztatni. Az emberek majd ezekhez a gondolatokhoz, ezekhez az értékekhez viszonyítják azokat a dolgokat, amivel találkoznak az életben. Nézzük meg Dávidot és Józsit, két ember, aki egy pohár bort isznak. Dávid a bortól nagyon kedves, felszabadult, vicces lesz, kellemes társaság, jól fogjuk érezni magunkat Dáviddal. Igen, ám, de a másik barátunk Józsi elkezd hangoskodni, ő a világ közepe, az egója. Vajon miért? Nem láttak ilyen emberek? Vannak emberek, akik nagyon magányok, nagyon erősek lesznek, ha isznak, mások meg kedvesek, aranyosak társaság belé. Mi az oka ennek? Ugyanannak az alkohol, ugyanannak a mennyiségű alkoholnak más hatása lenne? Na bocsánat, egy pillanat. Az alkoholnak relaxáló hatása van az idegrendszernek, egy komolyan megfogalmazott, tudományosan kimutatott neurobiológiai hatása van minden ember. Az, hogy az ember hogy viselkedik a gátlások felszabadulás után, vagy relaxáció után, az attól függ, hogy milyen körülmények között tanult meg inni. Lehet, hogy Dávid szociális társaságban, amikor volt egy születésnap otthon, lát, hogy kis mennyiséget, jókedvűek az emberek, négy Józsi lehetséges, hogy valahol egy kocsmában, egy késdobáló kocsmában tanult meg. Az, amit látott legelőször, az, amihez aszociálja, vagy amihez köti az alkoholfogyasztás, azt a viselkedést fogja manifestálni a későbbiekben, amikor iszik. Mi is hasonlóan gondolkodunk. Mindjárt fogok beszélni a kávéról is. De mielőtt eljutunk a kávéhoz, gondolom önök között is nagyon sokan fogyasztva a kávét, én is minden reggel megiszok egyet, beszéljünk egy kicsit a gyógyításokról. Nagyon sok vallásban, például az Egyesült Államoknak evangélisták, itt van például Todd Bentley, aki egy úgynevezett Harley Davidson motoros bandának volt a tagja, majd találkozott Istennel, Jézus Krisztussal, és ez a találkozás megváltoztatta az életét. Óriási előretet szert, és azt hitt, hogy ő gyógyítani tud, és el is kezdte a gyógyítás. Érdekes módon vannak dokumentációk, szubjektív dokumentációk, hogy emberek, akik mondjuk 5 évig oxigénpalackon voltak, el tudták dobni az oxigénpalackot, mások daganatos betegségük gyógyultak meg, amikor Todd Bentley megérintette őket. Na most kérem szépen, ha ez a gyógyulás megtörtént, és orvosi evidencia volt a betegségre, utána ugyancsak orvosi evidencia van, hogy már nincs ott a betegség, akkor valami tör, ez a gyógyulás megtörtént. A mai tudomány csak két lehetőséget lát, illetve csak egy. A másodikat csak feltételezheti, de nem foglalkozik vele. Az egyik az, hogy az agyunkban elindul egy gondolat, és hogyha ez a gondolat befolyásolja az agyrendszerünket, az immunrendszerünket, egy olyan erős, alig kisülést okoz, ami akár egy instant gyógyuláshoz vezet. Ezt régen úgy hívták, még mai napig is úgy hívják, hogy a placebo effektus. Tehát valami történik az agyunkban. Ez a történés, ám valós történés, az nem egy semmi, hanem neuronális kisülések vannak. Mi a gondolat? Azt mondtam, nem foghatjuk meg a gondolatot, de mégis látható. Ha MRI vizsgálatot végzek valakinek az agyán, és kérem, hogy koncentráljon valamire, az MRI vizsgálat kimutatja, hogy az agynak különböző részei aktiválva vannak, és különböző színekbe elkezd megjelenni a kép. Na most a pontos gondolatot nem tudjuk megérteni. Attól, hogy aktiválva van az agynak egy bizonyos része, nem tudjuk, hogy mit gondol az ember, amit tudunk, hogy a gondolat elindult. Tehát a gondolat mérhető. És ezek a neuronok, kérem szépen, összeköttetésben vannak. Több mint 1 billió. Ez egy nagyon nagy szám. Ezt el tudják képzelni, mekkora szám. 1 billió agysejtünk van. Na most
Ezek az agysejtek nincsenek fallal, vagy várakkal, vagy bármi más által elválasztva. Tehát kommunikáció van köztük, ami azt jelenti, hogy bármely irányba el tudnak indítani akciópotenciálokat, vagyis elektronikus kisüléseket, amely a szervezetnek, agynak, vagy akár a szervezetnek különböző szerveit aktiválni tudják, mozgósítani tudják. Tehát elképzelhető, hogy a gondolatunknak van egy ilyen teremtő ereje, elindít egy ilyen kisűrés folyamatot, ami által az adott szerveknek a működése megváltozik. Ez az egyetlen egy tudományos magyarázat. Egy olyan erő sík van abban az emberben, hogy elindítja ezt a folyamatot. A másik magyarázat az lenne, hogy tényleg külső erők, legyen az Isten, legyen az energiaforma, valamilyen formában megnyugítja az ember. Na most a tudomány mivel foglalkozik? Az, ami objektív, mert a tudomány definíciója, hogy objektív, tapasztalható és empirikus kell legyen. A gondolatok megcáfolják a tudományos alapfeltételezéseket, mert a gondolatok szubjektívak. Tehát a gondolat csak az én részemre áll rendelkezésemre. Amit én gondolok, azt csak én tudom. Senki nem lát be az agyon. Habár ma már vannak tükörprojekciós gondolatok, ezt a tudományon megvizsgálta, ha én például gondolok valamire, és olyan cselekvést végzek, ami ezt a gondolatot tükörképen projektálja a másik emberbe, akkor a másik ember empátiát érez velem, vagyis tegyük fel, én cipelek egy nagy súlyt, és látja a másik ember, hogy én szenvedek ezzel a nagy súlyat, megpróbál segíteni, mert szinte átérzi, hogy én keményen dolgozok, hogy azt a súlyt elményen magamban. Ezt hívják tükörgondolatnak. De mi egymás gondolatába nem látunk be, a cselekvésből tudunk következtetni, hogy milyen érzés, vagy milyen gondolat megy a másik ember fejében végbe abban az adott pillanatban. Nos, kérem szépen, nagyon érdekes dolgok ezek. Mert, hogyha mi el tudunk indítani egy gyógyulást a hit erejével, akkor saját magunkat is meg tudjuk gyógyítani. Érdekes dolog, a tudomány megpróbálna ezzel foglalkozni, de mégsem foglalkozik elég, miért is? Mert egyes emberek meggyógyulnak, mások nem. A tudományos módszer azt jelenti, hogy én egy csoportot vizsgálok, és ebben a csoportban az emberek nagy része, mondjuk 80-90%-a, 95%-os biztonságban meg fog gyógyulni egy bizonyos gyógyszertől. Ez tudományos. Az, hogy Zsófi meggyógyult, Géza meggyógyult a magamatos betegségből, ez nem tudományos. A tudomány egyszerűen nem tud magyarázatot találni rá. Nos, kérem szépen, a placebo effektus kutatás viszont elindított egy olyan tudományos folyamatot, amely eljutott odáig, hogy kimutatta, hogy a gondolataink hatására komoly fiziológiai és szubjektív pszichológiai változások történnek a szervezetünkben. Nézzék meg egy orvosi tanulmány, ahol aszmásokat tanulmányoznak, az első oszlop azt mutatja, hogy aki valós orvosságot kapta, megmérték őket előtte és a beavatkozás után, 50%-kal, kereken 50%-kal javultak, vagy jobbulást mutattak. Azok, akik placebót, vagyis ugyanazt a gyógyszert kapták, de mi volt benne, egy kis cukortabletta volt benne, tehát semmi aktív hatása nem volt, azok is 45%-kal meggyógyultak. Azok, akik sem akupunktúrát, a sem az azt jelenti, hogy nincs valós akupunktúra, tehát csak szurkálják őket finomat, de közben semmi hatása nincs, tehát nincs gyógyító hatása ennek az akupunktúrának. Tehát ők azt hiszik, hogy kezelést kapnak, de közben nem kapnak semmilyen kezelést. Ők is 46%-ban meggyógyultak. Azok, akik semmiféleképpen semmit nem kaptak, azok csak 21%-ban érezték jobbakat. Ez a tanulmány kimutatta határozottan, hogy azok, akik valós gyógyszert és placebo hatással kezelve voltak, mindjárt szinte egyformán gyógyultak. És ez statisztikailag szignifikáns különbség, erről majd fogunk tanulni a kutatási módszer. A lényeg az, hogy a gondolat erejével képesek voltak ugyanazt az eredményt, szinte ugyanazt az eredményt, mert az a 3-4% vagy 4-5% igazán semmit nem jelent,
szinte ugyanazt az eredményt képesek voltak elérni, mint a valós gyógyszerrel. Na most elárult önöknek, hogy itt volt a depressziós gyógyszerek, Prozac, stb. Zoloft, ezek kérem szépen 75%-a placebo hatásnak köszönhető. Aki nem hisz benne, úgyse fog gyógyulni, aki hisz benne, az pedig 75%-ban nem azért, mert az orvosságot, hanem azért, mert ő elvárja attól az orvosságtól, hogy jobbulást érezzen, úgy kezd el viselkedni, olyan visszajelzést kap a környezetből. És erre tudományos adatok léteznek, kérem szépen. A placebo hatást a farmakológiai, illetve a gyógyszeriparban használták. Meg akarták nézni, hogy milyen valós hatása van egy orvosságnak. Ezért kellett egy kontrollcsoport, aki semmit nem kap, és egy másik kontrollcsoport, aki azt hiszi, hogy orvosságot kap, de ugyanakkor mit kapott? Egy hasonló pillulát, mint a valós orvosság, de egy cukortabletta volt benne, szinte semmi hatása nem volt a szervezetre. Ezt mai napig is alkalmazzák a gyógyszeriparban. Nagyon fontos. De mit mérnek vele? Nem igazán az orvosságnak a valós hatását, hanem a hitnek az erejét. Ha én elhiszem, hogy a fejfájások csökkenni fog, beveszek egy tiktakot, egy sárga tiktakot, vagy tudják mi ez a tiktak, igaz? Akkor én kérem szépen, mitől gyógyulok? Nem a tiktaktól fogok meggyógyulni, hanem a hittől, hogy én most bevettem egy olyan gyógyszert, ami nagyon jó. Így dolgozik a természetgyógyász. Nagyon sokan hisznek a természetgyógyászokban, és bizonyos alapja van is, tehát most nem akarom ezt leértékelni, de nagyon sokszor a természetgyógyászok annak köszönhető, hogy az ember, aki elmegy oda, erősen hisz benne, és tegyük fel, minél többet fizet, vagy minél jobb híre van a természetgyógyásznak, annál jobban elvárja a gyógyulást. Az agyába beindul egy folyamat, meg fogjuk gyógyulni, meggyógyít engem, ezáltal hazamegy, jobban érzi magát, elkezd úgy viselkedni, életstílusán változtatni, étkezési mozgásán, alvása meg fogja gondolni, miért meg megnyugszik, és a végén tényleg megnyugszik. Régi időkben például nagyon sokszor az orvosok nem tudták, hogy milyen betegségre szemben az ember. 1800-as évekről beszélek. Hazaküldték a beteget, pirulával, fejfájás ellen, lázcsillapítóval, és azt mondták, hogy meg fog gyógyulni. Olyan nagy volt a bizalom az orvos iránt, hogy hazament a beteg és tényleg meggyógyult, de lehet, hogy daganatos betegsége. Ma viszont etikai kötelesség az orvosok megmondani a betegnek, hogy mi a diagnosztika. Viszont az a beteg, aki fél és ilyen tehetetlenséggel szemben, megtanult, van egy ilyen, hogy tanult tehetetlenség, kérem szépen az ember elítélse el magát. Van kezdve, hogy daganatos beteg vagy, meg fogok halni. Onnan kezdve felad az életet, úgy fog élni, és tényleg meghal. A másik ember meg azt mondja, küzdök, le tudom küzdeni. És le is küzdök, kérem szépen, harcolni fog. Éles stílusán változtat, és elhiszi, hogy ezek a változások valóban befolyásolják a daganatos betegségnek a kimenetelét. Minden nap tesz valamit tudatosan érte, és az agyában ezáltal megerősíti azt a gondolatot, hogy az ő cselekedete gyógyító hatással van. Nagyon érdekes ez abból a szempontból, hogy tényleg nem egy, nem tíz, nem száz, hanem több száz esettel találkozunk, amikor daganatos betegek meggyógyultak, és tulajdonképpen tényleg csak az életstílus változásnak, ami valószínűleg a gondolat megváltoztatásának köszönhető. Orvostudomány ezt még ma nem tudja tudományosan dokumentálni, nem tudja tudományosan leírni. Az orvostudomány kérem szépen tudja, hogy van placebo hatás. Majd fogok mutatni képeket, fájdalomcsillapítókkal, hogy milyen méréseket lehet végezni. Annyit tudom, hogy önmagában a hit változtat az emberek fizikai állapotán, illetve szellemi vagy pszichológiai állapotán. Ezt tudjuk, de hogy hogyan működik, ez még nem tiszta. Alan Matlack volt kérem szépen az egyik legnagyobb amerikai tudós, aki a gondolat erejével foglalkozott. Különösen a drog és az alkohol függőséggel dolgozott. Neki a 46 év alatt több mint 25 ezer hivatkozása volt. 350 tudományos publikáció, 25 ezer ember hivatkozott a munkára. Tehát igazán egy nagy tudósról beszélünk, aki egyszer tanított az egyetemen, azt mondta hallgatóinak, fiúk, lányok, ma este kimenjünk sörözni egyet. Úgy is volt.
Az óra után kimentek sörözni. Igen ám, de délelőtt Mátrát elmentem a helyi kocsmába, és megbeszélte a felszolgálókkal, hogy a hallgatók fele alkoholmentes sört kap, a másik fele pedig rendes, normál sört, azt, amit bárki a bevegy a kocsmába. Úgy is volt. Óra után megfigyelte a hallgatókat, mi történt, mindenki be volt csicsentve egy kicsit. Mindenki részegnek tűnt. És akkor Márta odament az asztalhoz, és azt mondja, gyerek, tudjátok, itt egy van, mindenki be van csicsentve? Hát egy kicsit igen. Az a baj, hogy csak fele kapott alkoholos sört. Hát természetesen nagyon meglepődtek a hallgatók. Tulajdonképpen a gondolat ereje, ő volt az első, aki kimutatta, hogy a gondolat ereje képes még a részeséget is elidézni. Aztán publikált egy könyvet, az alkohol és a drogprevenció, küzdelem a visszaesés ellen. Ezt a könyvet kérem szépen 4409-en hivatkoztak rá, vagyis 4409 írásban hivatkoznak el a munkásságára. Ő volt az, aki az egyik legkomolyabb klasszikus kísérletet elvégezte, ugyancsak bizonyítván az előző eredményeket, 40 évvel ezelőtt egy komoly tudományos újságban publikálta. Röviden vázolom ennek ezt a kutatást. Toborozott alkoholistákat. Egy csoport alkoholistát és egy csoport normál szociális ivó. Mi a szociális ivó? Az, aki születésnapkor, karácsonykor, új évkor, családi összejövetelkor iszik valamit, igaz? Az alkoholista meg egy komoly betegség. Kettő osztotta a csoportot. Először is a felének adott sima tonikot, a másik fele gin tonikot kapott, tehát tényleg volt alkohol benne. Ugyanezt csinálta a szociális ivókkal is, alkalmi fogyasztókkal is. Igen ám, de továbbá kettő osztotta őket, felének azt mondta a tonikosoknak, hogy van benne alkohol, másik felének azt mondta, hogy nincs benne alkohol. Ugyanúgy az, aki tényleg alkohol kapott, az is azt az információt kapta, hogy nincs benne alkohol, vagy van benne. Tehát összesen lehet egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc csoportja. Mit gondolnak, milyen eredményt kapott? Egy elég komplikált kutatás, nagyon egyszerű eredménnyel. Függetlenül attól, hogy alkoholista, vagy alkalmi alkoholfogyasztó, az alkoholfogyasztás csak azoknál nő, akiknek az lett mondva, hogy alkoholos italt kapott. Tehát hiába kapott az alkoholista gin tonikot, vagy az alkalmi, nem ittak, mert azt hitték, hogy nincs benne alkohol, és nem szomjasak. Az, aki azt hitte, hogy van alkohol az italjába, továbbivott és nőtt a fogyasztás mennyisége. Ezáltal Mártlár kimutatta, hogy a gondolatban minden az agyban van. Én azt hiszem, hogy alkohol viszont, akkor felszabadulok, beindítok egy folyamatot az agyamba, felszabadulok, relaxálok, a gátlásaimat elengedem, és próbálok tovább fogyasztani. Úgyhogy ezek ilyen klasszikus kísérletek a gondolat erejére. Nézzük meg a kávét. Biztos hallottak arról, hogy valaki fel kell reggel, és azt mondja, megtegyem a kávét, mert fáj a fejem, nem tudok működni, mint a meg a kávét. Ezt kávéfüggőségnek is lehet bizonyos fokig. És tényleg vannak fizikális szimptomák ezeknél az embereknél. Láttak már olyan embereket, hogy reggel megitták a kávét, és egyből jobban érezték magukat? Találkoztak olyan emberek? Ahogy megitták, jobban voltak, igaz? Azonnal lehajtott, és jobban vagyok, na végül. Igen, ám csak itt nincsen. A kávénak a fiziológiai hatása minimum 20 perc, vagy 30 perc elteltével jelentkezik. Átlagban 30 perc. De tegyük fel, hogyha valakinek nagyon gyorsan metabolizmus legyen, akkor hogy érezheti magát jobban az ember, amikor lehagyja a kávéját? Egyetlen egy magyarázat van rá. A placebo effektus, vagyis a hit, a gondolat ereje. Én azt gondolom, hogy megittam, ezáltal a szervezetem ugye a kívánságának eleget tettem, innen kezdve jól érzem magam. Hát egyszerű magyarázat, nem? Ha legközelebb valakit láttam, reggel kávézni, és azt mondja, hogy de jobban vagyok, akkor nyugodtan mesélj el, hogy ez egy placebo hatás. És annak a kávénak, amit most megittál, kérlek szépen 20 perc múlva, legfeljebb 20 perc múlva lehet valós tapasztalható hatása, amikor a szimpatikus idegrendszerbe beindítja a folyamatot, és arousal, vagyis úgynevezett izgalmi állapot növekvő hatással bír.
Miért kell növelni az izgalmat, ugye reggel korán, ennek van egy magyarázat, mert az emberek még álmosak tovább aludtának, hogy az önállózat felvédik a működési szintre, vagyis hogy eleget tudjuk tenni a napi tendőinknek, ahhoz tényleg az izgalmi állapotot optimizálni kell, egy optimális szintet kell elérni. Ha túlizgulunk, akkor mi történik? Nem teljesítünk. Ha alulizgulunk, mi történik? Elalszunk. Kell egy bizonyos izgalmi állapot ahhoz, hogy figyeljen az órán, kell egy bizonyos izgalmi állapot, hogy eljön. Ha most nekem alacsony volna az izgalmi állapotom, akkor mi történik? Hát kérem szépen, nagyon elaludnék. Hát ha nem is aludni kell, de nagyon lassan beszélnék, és nem élném bele magamat az előadásba. Most beléle magam, mert tetszik, amit előadok. És egy olyan témáról beszélek, ami szerintem egy fantasztikus téma, és az emberek beszélnek róla minden nap, de nem érti. Az emberek nagy része nem érti. Pedig itt van kezünkben a magyarázat. Menjünk tovább. Rekreációszakosok, sportszakosok lesznek. Beszéljük akkor a gondolat erejéről a sportban. Az egyik kollégám, Bérnár, doktorátusi tanulmány alatt egy olyan vizsgálatot végzett, ahol koordinációs mozdulatokat kellett a hallgatóknak végezni, önök is lehet, hogy részt fognak venni majd ilyen kutatásokban, vagy házi kísérletekben, és az egyik csoportnak az lett mondva, hogy kávét kapnak, a másik csoportnak pedig az lett mondva, hogy alkoholt kapnak. Persze, a gin tonicban megint nem volt alkohol, tehát csak tonic volt magába, a kávé pedig milyen kávé volt? Koffeinmentes kávé volt, így van, tehát nem egy ilyen izgató hatása. Mit gondolnak, melyik csoportban változott a teljesítmény és milyen irányban? Nézzük a kávéban, növekedett a teljesítmény vagy csökkent? Növekedett, azt várjuk a kávétől, nem? Hát ez izgató, ugye? Optimizálja az öráhozóra és az ingerlékenység izgalmi állapotot, tehát azt várjuk, hogy a teljesítmény nőni fog. És az alkoholtól mit várunk el? Milyen hatással lesz a koordinációra? Így van, negatív hatással lesz a koordinációra, tehát mi történik? Rontja a teljesítményt. És pontosan ezt találta a Bérnár. A kávé hatása azoknak, akik azt lehet mondani, hogy kávét kaptak, sokkal jobban teljesítettek, míg azok, akiknek azt lehet mondani, hogy alkoholt kaptak, rosszabbul teljesítettek. Na most kérem szépen, akkor bejött a placebo és az úgynevezett nocebo hatás. A nocebo hatás ugyancsak a gondolat erejét bizonyítja, de ellenkező irányba. A placebónak jótékony hatása van ránk a teljesítményre, viselkedésünkre, míg a nocebónak negatív hatása, vagyis kár. Ezért is vannak például sportpszichológusok, teljesítménypszichológusok, munkapszichológusok, azt mondják, változtasd meg a gondolatodat, hogyha rosszra gondolsz, mert ha egyszer berögződik, azt nagyon nehéz lesz megváltoztatni. Tehát azonnal, amikor negatívan gondolok magamról, hogy nem vagyok én eléggé jó, vagy nem vagyok én eléggé szép, akkor igyekeltem a kezünket, megtörüljük, és azt mondom, kitöröltem az agyamból, szép vagyok, gyönyörű vagyok, a legszebb vagyok, a legjobb vagyok. Elhiszem. És az leszek. Miért leszek az? Mert azt projektálom kifelé, nem? Ha én úgy viselkedek, mint egy király, úgy néznek rám, mint egy király, nem? De úgy viselkedek, mint egy koldus, úgy néznek rám, mint egy koldus. Koldus és király, légy imesek. Menjünk egyel tovább. Egy másik kutatás, ezt az Egyesült Államokban végezték. Kérem szépen, itt rendes futóknak tapasztalt és tapasztalat futóknak adtak megint egy placebót, kávé. Kávé nélkül körülbelül, amint látják, olyan 51 kört futottak 50 másodperc alatt, összesen 5 kilométert kellett futni, és minden kör után mérték a részidőt. A másik ugyanazokról az emberekről van szó. A másik esetben, amikor azt mondták nekik, hogy kávét kapnak, közben placebót kaptak, sokkal rövidebb idő alatt, körülbelül 4-3-4 másodpercet gyorsabban tudták lefutni a köröket, és az összteljesítményük is körülbelül 28 másodperccel javult. Tehát nagyon fontos, szignifikáns eredményt értek el a placebo gondolattal, de mi volt az érdekesebb a kutatásban? Hogy a szívritmus, annak ellenére gyorsabban futottak, a szívritmus és a biológiai márkerek nem változtak. Vagyis ugyanannyi energiával érték el azt az eredményt, mint az előtt. És érdekes módon ez csak a kezdő, vagy a kevésbé fit sportolóknál, futóknál nyilvánult meg, akik úgy érezték, hogy könnyebben tudnak futni a placebo hatására. A tapasztalt futók, a régi futók, azok nem vettek észre különbséget, de mégis gyorsan futottak.
Tehát érdekes módon megint nem kaptak semmi szert, a gondolatban azt hitték, hogy kaptak valami teljesítmény serkentőt, és az eredmény íme gyorsabban futtak. Kollégáinkkal, Bérdi Márkkal, Köteles Ferenc tanárról, aki, hogyha az RT-t választja, fogja tanítani őket, Bárdos György tanárról, aki az intézetnek az igazgatója, én vagyok a helyetese, egy meta-analízist végeztünk a placebo hatásos sportban. Mi a meta-analízis? Hát gondolom egyelőre senki nem tudja, de mire végeznek, tudni fogják. Ez egy olyan statisztikai analízis, hogy az eddigi összes hasonló jellegű kutatás eredményeit összegzi, és egy számtani úgynevezett effektus méretet számol ki. Az effektus méret az a hatás méret. Lefordítom most egyszerűen, azt a hatást méri, ami a placebónak tulajdonítható. Vagyis a gondolat erejének a mértékét próbálja matematikailag kifejezni. Kérem szépen, a tanulmányunkban kimutattuk, hogy igenis van egy erős placebo hatás, ami körülbelül 15%-kal növeli a teljesítményt. Na de ez a 15% alacsony. Miért is? Mert ahhoz, hogy placebo hatást tapasztaljon valaki, mire van szüksége, és nagyon fontos, hitre. El kell hinni, hogy én most kávét kaptam, és ez a kávé fog nekem segíteni. Hiába kapok én igazi kávét, ha én azt hiszem, hogy az nem segít rajtam, akkor még a valós kávénak se fogom a hatását tapasztalni. Tehát vannak placebo responderek, akik hisznek és válaszolnak, ugye a placebo vagy a hit intervencióra, és vannak nem responderek, vagyis olyanok, akik egyszerűen nem hisznek benne, és semmiféle változást nem tudnak tapasztalni. Ezért mi azt állítjuk, hogy az a 16%, amit ebben a tanulmányban látunk, magába foglalja a respondereket is, meg a nem respondereket is. Legközelebb, hogyha egy ilyen mérést végzünk, előre meg kell tudjuk, hogy hiszel-e abból, hogy a kávé jó hatással van a teljesítményre. Ha nem hisz, akkor nincs miért kísérletezni vele, mert nem lesz változás. Tehát a respondereknél ez a mérték sokkal nagyobb, mint amit mi kimutattunk ebben a tanulmányban. Nézzék meg, kérem szépen, nagyon sok sportban vannak rituálisok. Tudjátok, az a rituális? Például az, hogy zoknimat megigazítom, vagy jobb lábbal lépek a fűre először, mert a szerencsét hoz. Igaz? Az új-zélandi All Blacks rögbi csapatnak is van egy ilyen riválisa, amit úgy hívnak, hogy a hakatánc. A hakatánc, kérem szépen, egy harci tánc, és majd meg fogom kérdezni önöktől, hogy vajon miért is játsszák el minden mérkőzésen. Nézzük meg egy ilyen hakatáncot.
képen ez a csapat egyszer öltönyösen bemutatta a maori királynak is, aki nagyon megtapsolta őket, és fej érintéssel, ugye minden egyes sportolóval, mert ott nem a kézfogás, hanem a fej érintés az úgynevezett barátkozásnak a jele. Mit gondolod, milyen célra? Mi a célja ennek a táncnak? Bátran. Tessék. Nagyon jó. Először is felsporolják magukat, psyching up, pontosan ez egyik. Ezáltal növekszik az önbizalmuk, a harcjereik, a játékedők, de ugyanakkor van egy másik hatása is. Milyen hatása van az ellenfélre? Azt szeretném mondani, tessék mondani. Egyfajta kicsit megfélemlítés. Pontosan megfélemlítés. A karatéban, a japán küzdősportban vannak a formák a kiáré. A kiáré az, amikor egy mozdulatot elvégzek, és a végén egy erős hangot adok. Annak is pontosan az a célja. A kiállja a belép ütés egy olyan reakciót követel az ellenféltől, amely lelassítja az ő fizikai válaszát, ugyanis a hang, ugye, egy olyan inger, egy nagyon erős inger, amire az ellenfélnek reagálni kell, addig, míg ő a hangra, a hangos, erős hangra reagál, addig én beviszem az ütést és pontot szerzem. Tehát ennek is van egy ilyen, és ez mind az állatvilág megfigyelése alapján, hogy a megfélelmítés, stb. Lettek kidolgozva. Nagyon sok tánc, például régi ősi tánc, az állatoknak a viselkedése alapján lett kidolgozva, és evolúciós értékük van. Tehát igen, ez a gondolatunkat megváltoztatja, erősebbek vagyunk, jobbak vagyunk, magabiztosabbak vagyunk, és a legjobbak vagyunk. Na persze ez nem minden sportban jó, miért? Mert van olyan sport, ahol nem elspannolni kell magad, hanem pontosan lenyugtatni és egy alacsonyabb izgalmi állapotba kerülni. Az erős sportoknál, az állóképesség sportoknál más a helyzet. Nézzük meg ezt a helyzetet. Mi történik, hogyha egy fekete macska elmegy előtt? Balszerencse. Hányan hisznek ebben a úgynevezett hát, népi mondásnak, hogy balszerencsét hoz a fekete macska, elmegy fel a kezét. Hányan hisztek abban, hogyha fordítva vesztek fel valamit, zoknit vagy alsó, nem kell levenni, mert leveszik a szerencséget. Tehát bizonyos esetben hiszünk a babonában, legyünk őszintén. Na most attól, hogy hiszünk benne, ez valamilyen formája befolyásolja ugye, a gondolkodásunkat, és úgy fogunk reagálni a következményekre, ami történik aznap, hogy ezek ugye ott maradnak erősen az agyunkban. Nem szégyen, ez nincs ebben semmi baj, én is megfigyeltem a fekete macska történetet, akár hányszor elment egy fekete macska, nagyon odafigyeltem, hogy mi történik aznak. Az én egyéni megfigyelésem azt mutatta ki, hogy hát semmi változás, ugyanolyan nap volt, amikor nem megállt a fekete macska, de bizony nagyon sok sportol és nagyon sok ember babonás, és ez a babona befolyásolja az ő gondolkodását, ezáltal befolyásolja a viselkedését. Mert aznap ő óvatosabb lesz. Ő kétszer körbe fog nézni, mikor átmegy az utcán. Ezek a dolgok, amiben hiszünk, befolyásolják nem csak a gondolkodásunkat, hanem a cselekvésünket és döntéseinket. Nagyon sokszor, higgyék el, nagyon sokszor egy mondat megváltoztatja az embernek az életét. Attól függ, mennyire fontos. Kitől hallom azt a mondatot? Milyen gondolatot vált ki bennem az a mondat? Egy egész életet meg tud változtatni. Megváltoztathatom a pályámat, páromat, házasságot kösek, ne kösek, egyetlen egy gondolat sokszor. Egy gondolat, és teljesen más útra megyek. Éppen úgy, mint ahogy azt sejtek, összeköttetésben vannak egymással. Nem tudjuk, hogy melyik irányba mennek el. Persze, az attól függ, amit tanultunk és tapasztaltunk, mert ez egy gravitáció lesz. Abba az irányba fogunk mindig inkább menni, amilyen értékekkel bírunk, amilyen értékeket megtanultunk, ami a meggyőződésünk. És ez változik kultúrától kultúrára. Az önök szüleinek van a legnehezebb dolga a világon, amióta a történelmet jegyzik. Ugyanis kérem szépen, ők 50 év alatt elmentek a fehér fekete televíziótól az internetig. Régen még csak bekopogtunk a szomszédba egy kis sóért, és talán visszahívjuk személyes kapcsolatok normálisak ott, most SMS küldünk, vagy telefonálunk, hogy nem zavarok, jöhetek. A technológia megváltoztatta az embernek az életét, a gondolkodását és a viselkedését. És ez egy óriási nagy átalakulás rövid idő alatt.
A fizikai világ megváltoztatta a szellemi világot, de a szellemi világ is meg tudja változtatni a fizikai világot. Mi a különbség a gondolat, ami szubjektív, és a valós között? Már mondtam, hogy a séma, ami nagyon egyéni. De ez a kettőt nem úgy kell elképzelni. Itt van egy piros lufi, ott van egy sárga lufi, és két különböző dolog. Nagyon is közel vannak egymáshoz. Sőt, van egy átfedés. Van egy ilyen narancssárgás, vagy szivárvány színű átfedés a kettő között. Mert a gondolat befolyásolja azt, ami kint van, és ami kint van, a materiális, anyagi világ befolyásolja a gondolatunkat. Folyamatosan kölcsönhatásban vannak. Egy nagy tudósról, ha jól emlékszem, Albert Einsteintól biztos hallottak róla, megkérdezték, hogy uram, tanár, van Isten? És azt mondta, hát maga megválaszolta a kérdést. Hát, ha képzeletben létezik, akkor persze, hogy létezik. Elvégre két világ van. Van egy képzeletvilág, ezekből lesznek azok a sci-fi filmek, meg regények, meg művészet alkotásai. A képzelet ereje, az egész művészet képzelet erejének köszönhető. Sőt, a tudomány is, hogyha kezdő diák elolvasták Pavlovnak a mondását, hit nélkül tudomány sem létezik, mert hinni kell abba, hogy ez úgy történik, és utána ki kell kísérletezni, hogy tényleg úgy történik el. Tehát van egy képzeletvilág, meg egy valós világ, de az a valós világ nem biztos, a képzelet nem valós világ. A valós világot mi anyagi világnak hívjuk. Vagy azt hívjuk valós világunk az anyagi világot. Oda-vissza mindegy. De a képzelet világban, a mi képzeletünk az egy éppen olyan jogos világ, csak annyi, hogy nem áll másoknak a rendelkezésére. Csak a miért. Persze ott is van a határ. Képzelet világában is. A placebo kérem szépen nem semmi, nagyon komoly neurobiológiai folyamat. Ugyanis, ha megnézzük ezt a kutatást, amit nem régen publikáltak, 2004-ben, 10 évvel ezelőtt, fájdalomcsillapítót adtak egy csoportnak, a másik csoport placebót kapott. Utána megvizsgálták őket MRI-vel, és mit találtak? A fájdalomcsillapító hatása bizonyos agyréteget tisztán aktivált, viszont a placebóban két csoportot találtak. A respondereket, akik hasonló helyen, ugyanott, ugyanabban a zónában fájdalomcsillapítást értek el a gondolatok erejével, és a nem respondereket, vagyis azok, akik nem hittek, hogy gyógyulni fognak a placebo tablettától. De ők nem tudták, hogy placebo. Viszont most képzeljék el, ezek között is, ha van olyan, aki nem hisz benne, akkor hiába kap orvosságot, nem fog gyógyulni tőle. Így van? Tehát jobb, hogyha hiszünk valamibe. Csak az a baj, hogy én akarok hinni valamiben, de nem tudok hinni benne, mert a meggyőződésem más, vagy előző tapasztalatom más, akkor nem tudom magam erőltetni, hogy higgyék benne. És akkor nem lesz hatással rá. Egy másik kutatásban 412 háziorvost kérdeztek meg, és ezek közül 56%-a, tehát több mint fele már alkalmazott placebót a gyógyításban. 40%-a sokszor antibiotikumot írt. Lehet, hogy nem tudta, hogy mi a baj az illetőnek, de azt mondta, ha van valami fertőzés vagy gyulladás a testében, ártani nem ártani. Felírt az antibiotikumot. 11%-a farmakológia, gyógyszertani, ami kémikailag, teljesen semleges szert írt fel. 85%-a az orvosoknak, tehát kb. 300, vagy több mint 300, meg volt győződve róla, hogy a placebónak igenis van gyógyító hatása. 61%-a szerint jobb alkalmazni placebót, mint semmit. Vagyis tulajdonképpen egyetértettek bizonyos fokig a placebónak az alkalmazásával. És csak 8%-a, mondom csak 8, kevesebb, mint 10%-a, aki nem értett egyet, és visszautasította a placebó kezelést. Régi időben az orvos és a beteg közötti bizalom volt a meghatározó a gyógyulásban. Minél nagyobb tekintélyt élvezett az orvos a közösségben, annál több beteg gyógyult meg. És itt ezt a régi filozófusok, a görögök ezt jól megfigyelték, hogy tényleg az orvos és beteg közötti kapcsolatról van szó. Ma így működik a természetgyógyászatban. Minél híresebb a természetgyógyász, minél drágább, annál nagyobb meggyőző erővel megyek el hozzá, amelyben hiszek abban a gyógyítási módszerben. A placebo hatást
nagyon sokan azt gondolják, hogy csak elő lehet idézni. Sok mindentől függ. Először is a származás. Kitől kapom a gyógyszert? Mennyire bízok meg az orvosomban, az előbb mondtam. Ha nem bízok meg benne, akkor nem igen lesz hatása. A személytől. Milyen ember vagyok? Hiszek benne? Kevésbé hiszek benne? Hajlandó vagyok másoktól elfogadni dolgokat? Vagy makacs vagyok? Meg kell tapasztaljam mindig, csak akkor hiszem el? A placebónak a tulajdonságai. Például a Bátos tanára kimutatta, hogy a piros tabletta jobb a fejfájáson, mint a fehér. Egy ilyen tanulmányt végeztek, és egyikre sem volt semmiféle gyógyszer, de azok, akiknek fejfájósak voltak és piros tablettát kaptak, sokkal nagyobb mértékű javulást mutattak ki, mint azok, akik fehér tablettát kaptak, és mindjárt fogunk látni a placebónak a formájáról, színéről, anyagáról egy tanulmányt, amit mi végeztünk el, és tavaly publikálták. Kölcsönhatás a többek között. Akkor a használati cél, mire veszem be a placebót, vagy mire használom a placebót. Tehát nagyon-nagyon sok minden meghatározó, hogy el tudunk-e élni valakinek a placebó hatás vagy nem. Nézzük meg a tanulmányt. Két tanulmányt fogok önöknek megmutatni. Az első tanulmány az, ahol hallgatókat megkértünk, igen nagy számban, azt hiszem közel 300, igen 267 eltűnt hallgatót, hogy tegye sorrendbe a fentieket, külön értékelést kértünk az állóképességre, az erőre és a koncentrációra. Most megkérdem önök szerint, például a valós képet nem tudtam, hogy nézett ez ki, ezek voltak, amit a kutatásban alkalmaztunk. És megkérdem önöket, mire gondolnak, hogyha ez egy teljesítmény serkentőkről van szó, de nincs neve, nincs odaírva, hogy mostan Red Bull vagy ilyesmi, ugye nincs. Egyszerűen névtelen, márkátlan, teljesítmény fokozó szerekről van szó. Önök mire utalnának, mi van ebben például? Energiaital, helyes. Akkor ez is lehet energiaital, ez a zöld energiaital, ez pedig a piros energiaital. Ez mi? Ez egyértelműen látszik tabletta, ez egy csokoládébár. Mire lehet jó a csokoládébár? A csokig mire jó? Amikor tanulunk. Serkenti a koncentrációt, és akár erő is, igaz? Nézzük meg, van itt két anyag, a gél és a krém. Az külsőleg alkalmazott, mind a többi, ha megnézik, belsőleg alkalmazottok, a kilenc közül, a kettő a gél és a krém külsőleg alkalmazott. Hát ezeknek volt a legkevesebb hatása. Megnézik, ez a kettő, ez itt a krém, ez pedig a gél, neki volt a legkülönbözőbb hatása. A többinek szinte egyforma hatása volt majdnem mindegyikre, kivétel a csokoládé, amely sokkal magasabbat ért el a koncentrációra, és minek tulajdonítottuk ezt, hogy a hallgatók valószínűleg nagyon sokszor, amikor tanulnak, ugye csokoládét esznek, hogy a koncentráció képességüket, vagy a fáradtságot adjuk. Tehát már tapasztalták, hogy mondtam, két dologról van szó, egyik a tanult, a másik a tapasztalt. Ebben az esetben sokkal nagyobb erőt és hitet fektetünk be azokban a dolgokban, amit már tapasztaltunk. Viszont a többiről esetleg hallottunk újságból, tévéből, médiából, és ezért nagyon úgynevezett váltakozó eredményt kaptunk. Érdekes módon a hallgatók között nagy különbség volt. Aki például azt hitte, hogy az egyik jó a koncentrációra, a másik azt hitte, hogy jó az erőre, tehát össze-vissza voltak az értékelések. Ami nekünk azt bizonyította, hogy az egyének a meggyőződései, az egyének a tapasztalatai, ami befolyásolja, milyen sorrendben fogja tenni ezeket a szereket. Úgyhogy kérem szépen, a placebo hatás egy nagyon szubjektív hatás, és ugyanaz a szer más és más választ vált ki különböző emberekkel. Ha ugyanazt a választ váltja ki, akkor is megtörténik, hogy az egyiknek erősebb lesz a hatás az egyik embernél, mint a másiknál. Ez függ a hittől, mennyire hisz benne, mennyire van meggyőződve, hogy ez jót tesz neki, vagy mennyire tapasztalta az előzőkben. Ez a tanulmány meg is jelent egy nemzetközi újságban, International Journal for Sport, Nutrition and Exercise Metabolism. A másik tanulmány egy egyszerű tanulmány, internetes felmérés, a sport szakszövetségeket megközelítettük, és kértük a szövetségeket, hogy az elit sportolókat kérjék meg, hogy menjenek ez az internetes oldalhoz. Kaptak egy passzkódot, tehát csak ők tudtak belépni, így nehogy véletlenül idegenek próbálják kitölteni a lapokat.
Ezért elit sportolók töltötték ki, 79 elit sportoló, általán életkor 25 volt, 5 kérdésre válaszoltak. Ez volt az első kérdés. Tapasztaltál-e már olyat, hogy egy téves hirdelem pozitív vagy negatív irányban befolyásolta a sport teljesítményét? A válaszadók több mint fele, már közel fele, bocsánat, 47%-a igennel válaszolt, és 53%-a nem már. A második kérdés az volt, mit gondolsz, a te teljesítményedet is befolyásolhatná a placebo hatás? És 82%-a igennel válaszolt, tehát a sportolóknak a nagy része meg van győződve, hogyha erősen hisznek valamiben, és jó irányba, pozitívan hisznek be, befolyásolja, vagy ha negatívan, ugye eldöntik, hogy azzal az ellenfél a személy nem tud győzni, mert mindig ő győzött, akkor képzőben nem is fogja győzni a szemben. Belőződik, beprogramálják az agyukat. Ez a placebo hatása itt egy bizonyos programálás is, ami tulajdonképpen befolyásolja a következményeket. Nézzük meg a következő kérdést, ez egy skálán 1-től 7-ig kellett értékelni a dolgokat. Egyetértesz azzal, hogy a placebo hatás jobban is ki lehetne használni a sporttáplálkozásban, vagyis a sport teljesítményben. 1-től 7-ig 1 volt az egyáltalán nem értek egyet, 7 maximálisan egyetértek. Nos kérem szépen, itt eltérő válaszokat kapok. Azok, akik már tapasztaltak pozitív placebo hatást, azok jobban támogatták a placebo használatot a sportban, míg érdekes módon, hogy 4-es átlagot kaptunk azoktól, akik még nem tapasztaltak ilyen hatást, és az 4-es hatása megnézve a skálának a középértéke 4-es. Tehát tulajdonképpen nem tudták eldönteni. Se igen, se nem válaszoltak. Inkább meggyőző választ azoktól kaptunk, akik már tapasztaltak valamilyen hatást. Tehát a gondolat nem elég önmagában, a tapasztalat, vagy bármilyen más aktiválási forma, teszek érte valamit, és úgy érzem, hogy jobban érzem magam, még ha nem is érzem jobban, az agyamban azt mondom, hogy jobban érzem magam, jobban éreztem magam, ezáltal már tapasztalat történik. És innen kezdve elindul egy pozitív kör, hogy mind jobban és jobban, és mind nagyobb és nagyobb hatást tud gyakorolni rám, az, amiről azt gondolom, hogy hatással van. A negyedik kérdés érdekes volt, ha az edződ egy új sportitalt vagy táplálék kiegészítőt ajánlom neked, amiről azt mondja, hogy javíthat a sport teljesítményen, elfogadnád-e? 4 lehetőség volt. Igen, minden további nélkül hiszek az edzőben, elfogadnám. 2, elfogadnám, de előtte meg szeretném érteni, hogy milyen hatással van a szerv, és hogy működik a szerv. A harmadik válaszcsoport az volt, hogy csak akkor fogadnám el, ha biztos vagyok abban, hogy nem egy tiltott szervről van szó, ami mondjuk hát egy edzőnek nem érdekel, hogy a sportolót elkapják, tehát valószínű, hogy az edzők nem adnának tiltott szervesen. Végül is a negyedik az volt, hogy nem fogadnék el tőle semmi ilyesmit. Mit gondolnak, milyen választ kaptunk? Melyikre kaptunk a legtöbb választ? Egytől négy. Egyesek? Vagyis igen, minden további nélkül elfogadnám. Önnek mi a véleménye? Kettes. Nézzük meg. A legtöbb választ érdekes módon a hármasra kaptuk. Az első körülbelül 10 ember, 8-9 ember elfogadná minden feltétel nélkül a 79-ből, 23-24 ember elfogadná, ha érti, hogy hogyan működik a szer, és legtöbbje 40, körülbelül 40 ember, 39-40, csak akkor fogadná el, ha biztos lenne benne, hogy nem egy tiltott szerről van szó, vagyis nem tartalmaz valami tiltott dopinganyagot. És érdekes módon kevesebb 10%-ért beszélünk 6-7 emberről, aki azt mondatta, hogy egyáltalán semmi körülmény között nem fogadja el ilyen szert. Ez nekünk milyen üzenetet küld? Azt, hogy az elit sportolók nyitottak a placebo doping alkalmazásra. Hogy milyen módon befolyásoljuk a hitüket, hogy milyen módon adunk nekik ezt a pszichológiai erőt, és előtt az ellenfélre vagy a helyzetre szemben, az őket nem ilyen. Nézzük meg a következőt, mielőtt tényleg azt mondhatnánk, hogy ne kell neki. Ötödik kérdés volt az utolsó, hogy éreznél, vagy hogy éreznél magad, ha kiderülne, hogy ez az új sportital csak azért segített, mert te azt hitted, hogy segíteni fog. Három válasz lehetőség volt megint. Örülnék neki, hiszen hatott. Nem nagyon örülnék, hiszen félrevezettek, de végül is a lényeg az, hogy hatott a szeg. És az utolsó az, hogy egyáltalán nem jön. Nos, még válasz volt a leggyakoribb, önök szerint? Kettes?
nézzük meg. Az egyes volt a leggyakoribb, örülnék, hiszen hatott. Mit érdekel én ilyen utána? Másik nem nagyon örülnék, hiszen félrevezetett, de végül is lényeg hatott. És kevesebb, mint 10%-a ismét az, aki egyáltalán nem örülnek. Megint milyen üzenetet kapunk? Hogy a sportolók igenis nyitottak a placebo alkalmazására. Sportolók azt az üzenetet küldik nekünk is. Világbajnokok vannak ebben, 33%-a Európa bajnok, világbajnok és nemzeti bajnok volt. 26 sportágból jöttek máskülönben a válasz. Tehát nagyon elég sportolókról beszél. Ők nyitottak arra, hogy a gondolatukat megváltoztassuk valamilyen meggyőző módon. Én is nyitott vagyok rá, és szerintem, hogyha nem állt, vagy jót tesz nekem, akkor miért nem? Csak az a kérdés, hogy dopingnak számít-e a placebo alkalmazása, vagy nem? És ezt a vadánynak ugye majd el kell dönteni. Miről is beszélünk, amikor placebo-ról beszélünk? Tulajdonképpen a hit, a meggyőződés erejéről. Ha én azt mondom, hogy tessék, itt van egy tabletta, ez most 10%-kal növelni fogja a teljesítményt, akkor én úgy indulok neki a magamfutásra, hogy bennem van egy különleges hajtóerő. Amikor a vallásról, és a vallás kapcsolatában beszéltem a sportban, az a sportoló, aki vallásos és Istennel indul, mindegy, hogy milyen vallásról van szó, Istennel indul el a pályán, ő érez egy nyomást hátul, hogy nyomja valaki, hát ő szállogatva, és ez a hit felgyorsítja. Anélkül sokkal gyengébb volna a teljesítmény. Most nem azt jelenti, hogy ez a sportoló, aki nem ismerünk be, nem teljesít túl azért, mert többet gyakorolt, vagy hogy teljesítménye jobb adottsága van, ez nem azt jelenti, de az, aki hisz benne, hogy most tablettát vesz be, energiaital, vagy Isten fut vele a pályán, ezek mind úgynevezett segítő erő, amivel meggyőződésében úgy érzi, hogy most jobban fog tudni teljesíteni, és a valóságban tényleg jobban teljesít, mint anélkül. A placebo hatás már ismert évek óta, viszont nem tudtuk, hogy van egy neurológiai, konkrét fiziológiai úgynevezett hatásmechanizmusa. A placebo a hit valós erejét bizonyítja. A gondolat eredeti, erre most már neurobiológiai bizonyítékaink vannak. A legnagyobb kutatócsoport a világon, Olaszországban, Benedetti professzor kutatócsoportja, és aki többet akar olvasni mondjuk a placebo hatás orvosi, biológiai, anatomiai hátteréről, az a Benedetti professzornak a munkásságát nézze meg a Google-be, és több cikkel teljességében angol nyelven letölthető. Akarjuk, szeretnénk, hogy placebo hatás alatt megváltozzon az életünk, vagy megváltoztassunk az életünk? Vegyünk valakit, akinek alacsony az önbizalom. Küzd vele. Nem tud érvényesülni a szociális kötegekbe. Mit csinálunk? Használjuk placebo-t? Vagy ne használjuk? Győzzük meg a gondolatát? Változtassuk meg a gondolatát? Hát ha hat, miért? Ha jobb lesz az élete, ha jobban érzi magát, ha normálisabb életet tud élni, akkor miért? Ha nem állt, miért ne alkalmazni? Ha használ, az természetesen kell alkalmazni. De hogyha nem állt, miért ne próbáljuk meg? De nem olyan könnyű a placebo dopingot alkalmazni. Nem áll minden sportolónak a rendelkezésére. Miért is? Mert pontosan, nincs ki. Vagy hisz benne, vagy nem. Itt van egy idézet, legyőzhetetlen az, ki hittel száll a harcba. Persze az adottságoktól is függ, de azért ez egy jó mondás. Mohamed Ali, világ egyik legismertebb sportolója, híres mondás, ahhoz, hogy igazi bajnok légy, hinned kell abban, hogy te vagy a legjobb. Ha nem vagy az, akkor tegyél úgy, mintha az lenne. Amikor nincs önbizalom, amikor kétségeink vannak, akkor emlékezzünk vissza erre a mondásra. Én vagyok a legjobb. Én vagyok a legszebb. Készültem, megtudom. Amikor például egy vizsgára készülök, akkor van önbizalom, hogy nem készültem elég. Ha eleget készültem, akkor magabiztosan, nyugodtan, kiegyensúlyozottan megyek a vizsgára.
Tehát kell készülés. Attól, hogy azt mondom magamnak, hogy én vagyok a lépnek, az nem elég. Ezért van, hogy tenni kell érte. De ha teszek érte, akkor az megerősíti a hittemet, a meggyőződésemet, megváltoztatja a gondolatomat, és megváltoztatja a viselkedésemet. És ezt követő érzelmeket is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és nyugodtan tegyenek fel kérdéseket, mert nagyon szívesen kibontanám, kicsomagoljam ezt a témát, sajnos egy órában nem fér bele ennél több, úgyhogy várom a kérdéseket, nyugodtan bátran kérdezni. Tessék. Hát az egyik ilyen kérdésnél majd tesz fel bennem, hogy amikor volt az, hogy kérdezték, hogy örülne neki, hogyha kiderülne, hogy a placebo hatására lett jobb a teljesítménye, akkor annak ugye örülne. Na most, hogyha ezt megtudja, utána mi a garancia arra, hogy esetleg ez meg is marad? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugyanazt a placebo-t kétszer alkalmazni sajnos nem lehet. Volt egy történet, az Egyesült Államokban egy daganat csökkentő, tehát a daganatos sejtőt csökkentő megoldó gyógyszert dolgoztak ki, és az egyik Mr. Wright-nak hívták, és írták a történetét, placebo csoportban volt, és meggyógyult. És az orvosok csodálkoztak rajta, hogy teljesen elküldtek a daganatos sejtek, különböző vizsgálatokat, többszörös vizsgálatokat végeztek rajta. Mr. Wright meg volt győződve, hogy ő az aktív csoportban volt. Annak ellenére, hogy meg volt mondva, hogy tegyük fel, itt vannak mondjuk a páciensek, és megmondjuk nekik, hogy fel a placebo-ba lesz, fel pedig a valós, ugye, orvosság kezelés csoportba. Na most kérem szépen, ez a Mr. Wright meg volt győződve, hogy a valós csoportban volt, és tényleg meggyógyult. Igen ám, de ez egy olyan orvosi csoda volt annak idején, mondjuk ha jól emlékszem, 60-as évekből volt valamikor, hogy megírták valahol, hogy Mr. Wright a placebo volt, és mégis meggyógyult, hogy az orvosi csodának számít. És valamilyen formában ez a tudomására került. A daganatos sejtek újra előjöttek, és pár napon bejött, pár héten bejött, meghalt az illető. Úgyhogy utána már nem lehet még egyszer alkalmazni, hogyha rájön, hogy hát ez tényleg csak az. Van olyan ember, aki például úgy érzi, hogy meggyógyulzik érte, például egy pszichológiai intervencióról van szó, megváltoztatom a gondolatomat, aztán folyamatosan ott marad, mert megváltoztattam a gondolatomat, és másképp nézek dolgokra. Az már nem igazán placebo hatás, hanem az gondolat átformálás. De kétszer ugyanaz a placebo nem alkalmazható. Megváltoztattam? Köszönöm. Más kérdés? Tessék, nyugodtan kérdezni. Az agykontrollnak is egy ilyen formája van, ilyen gondolat megváltoztatás, mert ugye vannak pozitív gondolatok, a gondolatok teremtő erejek, ezt látjuk már, igaz? Mert ahogy én gondolkozom, az befolyásolja a hittemet, a meggyőződésemet, a viselkedésemet, magatartásomat, és ugyanakkor a visszajelzés a társadalomból. Tehát az agykontrollnak ez a mechanizmus természetesen, hogy hát működik. Annak ellenére, hogy ennek a tudományos értékét még mai napig is sokszor vitatják, de hogyha ebből a placebo megközelítésből próbáljuk megvizsgálni, akkor a gondolat megváltoztatás, ugye hát minden megváltoztat, tehát természetesen működik. Azok, akik keresik, gyakorolják, csinálják, kitartással csinálják, azok már biztos működik. Az a baj, hogy ez is egy olyan módszer, mint a relaxáció tréning, amit Herbert Belson dolgozott ki a harmadik egyetemen, a relaxáció tréning is ugye megváltoztatja a szervezetnek az egyensúlyát, a stresszel való megküzdést, de az emberek nem csinálják rendszeresen. Tehát elkezdik, és mivel nem látnak azonnal hatást, ezért abba hagyják. Ezeket a dolgokat, ezeket a gondolatmegváltoztatási, relaxációs gyakorlatokat, ezeket folyamatosan, rendszeresen kell csinálni, és nem lehet rosszabb ideig abba hagyni, mert ugye közben jön az interferencia, különböző élettörténések, más gondolatok, ami aztán visszaváltoztatja a dolgot. Más kérdés? Ez is olyan, mint az edzés tulajdonképpen. Addig még edzésben vagyunk, jó pontban vagyunk, abba hagyjuk, akkor kiesünk a pandiból, de amikor újra kezdjük, akkor megint eljön. Ezzel kapcsolatban más kérdés? No question? Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és sok sikert kívánok önöknek. Remélem, hogy látom önöknek a kurzusaimban. Viszontlátásra!